Ősztől beindul a nagyüzem a Continental Arénában. A felújított sportcsarnokot nyár elején adták át, és a legmodernebb technikai eszközökkel szerelték fel. A férfi kosarasok, kézilabdások, a női röplabdások és a Kölcsei kézilabda gárdája mellett válogatott találkozókat is rendeznek a felújított sportcsarnokban. Rögtön november 2-án a férfi kézilabda nemzeti csapat érkezik, mely Lettország ellen lép pályára EB-selejtezőn. Már most írásbeli a szerződésünk is van a Magyar Kézilabda Szövetséggel, hogy tétmérkőzést hoznak ide a férfi válogatottal. Tehát november 2-án Magyarország Lettország férfi kézilabda EB-selejtező a Continental Arénában. Ismerve a hagyományokat azért Nyíregyházán, hogyha a magyar válogatott még barátságos meccset is játszuk, azért az elmúlt évtized inkább arról volt ismert, hogy Nyíregyházára barátságos mérkőzések jöttek. Ennek az volt az oka, hogy nem sikerült ugye auditálni a csarnokot nemzetközi válogatott kézilabda mérkőzéshez. Ez azért volt, mert sem a nézőszám, tehát a befogadó képesség, sem más kiszolgáló helységek nem voltak olyan minőségűek, most már olyanok, tehát most már tudunk tétmeccset is fogadni, tehát ez lesz az első. A következő rangos mérkőzésre sem kell sokat várni. December 5-én és 6-án a világbajnok spanyol futszál válogatott játszik Magyarország ellen két találkozót. Az is eldőlt, hogy jövőre egy nagy nemzetközi sportlövő verseny helyszíne is lesz az aréna. Ilyet korábban még soha nem rendeztek Nyíregyházán. Miután ilyen gyönyörű szép Continental Arénát kapott Nyíregyháza, ebben már biztosak lehetünk, hogy a jövő évi Hungarian Open 42 ország versenyzőivel hozzánk fog érkezni. Röplabdában, amennyiben tovább jut az EB-selejtezők után a női csapat, több meccset is Nyíregyházára szeretnének hozni, de kulturális események is lesznek. Az első ilyen a Cantemus Kórus Fesztivál volt, melyen több mint 2000-en vettek részt augusztus 20-án. Hasonló nagy koncerteket szeretnének rendezni a következő hónapokban, többek között a Piramis együttes léphet majd színpadra, de lesz retro fesztivál is, és a nyíregyházi nagy cégek is a Continental Arénában tartják évzárójukat.